Pecsét és aláírás került azokra a kivitelezési szerződésekre, melyek által hétfőn megkezdődhetnek Pakson a munkálatok a Búzavirág és a Pákolist utcákban. A Búzavirág utcában a Zápor és a Kölcsei utca közötti szakasz újul meg. Ez több mint 800 méter, tehát egyik leghosszabb utcánk, én azt gondolom, illetve 4 és 6 méter közötti szélességű aszfaltozásra kerül sor két rétegben, és a járda is fel lesz újítva a kapubejárókkal egyetemben. A járda nem aszfalt burkolatú, hanem térkő burkolatú lesz. A Búzavirág utcai beruházás év végéig fejeződik be. A Pákolic utca felújítása két szakaszban valósul meg. Először több mint 100 méter hosszan a meglévő út aszfalt burkolatot kap, majd az utca másik oldalán 50 méter hosszan teljesen új utat építenek. Itt őszig végeznek a munkálatokkal. A megvalósításnak a bekerülési költség a Búzavirág utca esetében 192.047.000 forint, a Pákolic utcánál pedig 23.293.600 forint. A paksi önkormányzat ebben az évben még 2-3 utca felújítását tervezi. A már megkezdett és jelenleg is zajló útépítések a Kömlődi és a Vácika utcában az ütemezésnek megfelelően haladnak Pakson.